Üdvözlök mindenkit, Necrocrim vagyok. Jöjjön egy kis Umbral Nidus, mert jóló, mert hogy miért ne. OP a Nidus, tegyük még OPB című történet. Szóval van egy úgy, hogy az ember elkezd kigondolni egy buildet, és hát mit csinál? Egy buildet nehéz letesztelni a szimulakrumban, ugyebár, és nehéz találni eleve egy olyan játékot, ahol, hogy is mondjam, ne kelljen túl hosszú ideig menni, hogy kiderüljenek aznak a buildnek a gyengeségei. Így hát az ember mit csinál? Elmegy motra, de most persze a halandó emberekről beszélek, mert hogy a Warframe istenek, és a majd én megmondom ők sokkal tovább és sokkal jobban bírják moton, tehát de a mi halandó egyszerű emberek, ugye, ha kitalálunk egy buildet, akkor elmegyünk motra, és megpróbáljuk a legjobbat teljesíteni ott. Nem tudom, hogy mostanában jártatok-e moton, de mot ugye Voidban található, mondhatni, hogy az egyik, hanem a legdurvább pálya jelenleg Warframe-ben, szóval olyan szintű damage növekedés van, hogy amire elérsz egy 20 perchez, úgy érzed, hogy máshol már bőven egy óra fölött jársz. Az enemik mennyisége, illetve fajtája, illetve damage-e, amit ki tudnak állítani, nagyjából erre képes. Na, szóval most már, hogy tudjátok, hogy Void Mot, mondhatni, hogy az egyik legkeményebb teszthely, egyben a legunfairebb teszthely is, mivel hogy összeállíthatod a legópébb, legtankosabb, legvalami karakteredet, de annyi biztos, hogy moton fogsz kapni egy olyan damage-et, amitől az életed ilyen szinten eltűnik, és szevasz-tavasz. Na, úgyhogy persze fogtam Nidust, és ott teszteltük le. Persze a Nidus egy rohadtul OP karakter önmagába is, de kiderült, hogy ezekkel az Umbral modokkal még OP-bb tud lenni. Na most, hogy is mondjam, ha van egy pár milliód, néhány százezer endód, akkor olcsón ki tudod maxolni az Umbral modokat, szóval ezt a buildet nem feltétlenül ajánlom azoknak, akik Warframe szegényebb sorsaiban küszködnek a feltörekvésért, viszont ám, ha végig gondolom a koncepciót, hogy öt formára volt szükségem ahhoz, hogy ki tudjam hozni ezt a buildet, és az érdekessége az, hogy ugye 16-16-16 helye, tehát három modot, az Umbral modokat nem tudod ugye leformázni, nem tudod formára rakni, úgy három helyet kénytelen vagy meghagyni úgy, ahogy van. És konkrétan öt formával tudod kihozni ezt a buildet, amit én csináltam. És az érdekessége az, illetve a jó dolog benne az, hogyha belenyomod ezt az öt formát, akkor a másik két helyre akármilyen buildet beleépíthetsz, lesz annyi pontszámod. Szóval ez benne a szépség, konkrétan aztán olyan modot raksz bele, amit jól esik a többi buildetbe. És ezen így elgondolkodtam, amikor csináltam ezt a buildet, és elgondolkodtam, hogy mennyire éri meg ezeket az Umbral modokat kimaxolni, és beleépíteni esetleg a többi Warframe-re. Jó, őrült nem vagyok, nem minden Warframe-embe fogom beleépíteni ezt a dolgot, de egy-két Warframe-be, főleg amiből dupla volt, mondjuk ugye egy Sarinból, mert megvan a Prime, és akkor sima Sarint átalakítottam, Oberon van Prime, ezért simát átalakítottam, és valószínűleg végig fogok menni még egy pár ilyen Warframe-en, és megnézve, szóval ezt tekintetbe véve, és esetleg az időt, amiben beletelhet, hogy kihúzzuk ezeket az Umbral modokat maximumra, hogyha nem is maximumra, legalább 9-esre, mert hogyha ugye nem is 10-esre húzom, hanem 9-esre, az még megfelelően olcsó, mert a Prime modoknál sem az felhúzni 9-ig a drága, hanem a 10. szintet meglépni az a rohadt drága, és ugyanez volt igaz az Umbral modokra is. Jó, én kihúztam, de nektek tényleg, akinek nincs rá nagyon kerete, az gondolkodjon, csak 9-ig menjen el, mert az elfogadható kreditben, illetve endóban is. De hogyha belegondoltok abban, hogy
mennyi időbe telik Endot farmolni mondjuk az arénán, viszel egy Necrost, viszel egy Nidust a haveroddal, egy Necrost meg egy Nidus, és nekiálltok farmolni, a Necrost a 300 és 1000 Endó között ki tudtok hozni nagyjából 2 perc alatt. Na most kihúzd ezeket az Umbra modokat, mind a hármat nagyjából, ha jól emlékszem, olyan 250 ezer Endóra van szükséged, szóval egy jó komoly Endó farmot kell nyomatnatok, de ha belegondolsz, hogy 2 perc alatt egy ezrest hozol ki, majdnem 300 és 1000 között, milyen kedve van a játéknak dobálni, természetesen. De ha belegondolsz ebbe, akkor egy reális és belátható időn belül fogod tudni összefarmolni rá az endót, mert a kreditet azért mégiscsak könnyebb farmolni, főleg az indexen, és ebből kiindulva, ebből az apró tényezőből megeshet, még annak ellenére is, hogy forma költséges a dolog, és formát nem nehéz farmolni, hogyha prime cuccokat farmolsz, az tényleg nem nehéz farmolni, 35 platé pedig veszel egy forma bundle, tehát három formát együtt. Szóval, ha belegondolok, az erő szempontjából, a változatosság szempontjából, minthogyha, nem azért, de minthogyha megérné ezeket az Umbra modokat, annak ellenére, hogy milyen pont költségük van, megéri belerakni az olyan warframe-ekbe egyelőre, tehát úgy nézve az olyan warframe-ekre, amelyek erős survival warframe-ek, és ezáltal még erősebbé téve őket. Most megkérdezhetitek itt a kromát, amúgy fogok mutatni a módolást, megkérdezhetitek itt a kromát, hogy a kromába megéri-e belerakni, az én kromámba már nem, az precíziósan például ki van fejlesztve arra, hogy egy dolonokat öljön, de megesett, hogy egy survivor kromába bizony-bizony belefér ám az jó extra arma valami, tehát hogy csináltok egy Survivor kromát kifejezetten, akkor nagyon-nagyon megeshet, hogy egy kiváló Survivor kroma tud lenni ebből. Szóval a Survivor karakterek eleve OP-k szólóban, és még OP-kát, még OP-bá tudja őket tenni. És úgy gondolom, hogyha már ingyen kapjuk meg ezeket az Umbra modokat, ugye megcsináljátok az Umbra questet, megkapjátok az Excalibur Umbrát, persze az Excalibur Umbra már eleve OPS fák önmagába is, de ha úgy gondolod, hogy neked bele kell menjen egy Nidusba, egy Oberonra, egy Sarinba, akkor én amondó vagyok, hogy megéri a fáradtságot, hogy legalább 9-es szintre kihúzzátok az Umbra modokat. Eleve egy ponttal kevesebb helyet fog foglalni, szóval megesett egy formával kevesebb. Azt nem tudom, nem számoltam utána. Viszont úgy gondolom, hogy elég jó befektetést tudnátok úgy, ugye már a három mod együtt, ugye az Intensify-tól kapsz 66% Umbra Infantizál 66% erőt ad, 770%-ot ad az Umbral Vitality, és nem tudom hány sok százalékot ad a Steel, Umbral Steel, vagy Umbral Fiber, igen, az a nem. Szóval ebből a szempontból nagyon megdobja annak a Warframe-nek a statjait, illetve az ellenállását. Jó, természetesen, hogyha moton akarjátok mindezt letesztelni, készüljetek fel, mert az életetek úgy a 30-40. Percben instant tűnik el. Mindegy, hogy hogy csináltok. Meglátjátok az Oberon videónál, amit csináltam, tehát azért nem úgy vagyok, megpróbálom legyőzni a rendszer, de azért egyszer nagyon durván ki van találva, és olyan szintű damage-et képesek letesztelni, de azért moton elmenni egy óráig, az manapság a Warframe-ben egy elég jó időnek számít, hogy őszintelek, az máshol egy normál Survivor-on az éppen 2 órának felel, tehát egy máshol egy másik Survivor-on nagyjából 2 óra környékén érsz el, hogy az enemik olyan szintű damage-et fognak kidílelni, mint moton kb. 40 percnél. Na szóval, a másik lényege ennek, és ahogy teszteltem, és ezt főleg Oberonnál fogjátok látni, ahogy teszteltem, hogy mennyi damage-et vagyok képes benyelni, tehát a tankság volt a lényeg, és ezért jó a mod, mert nagyon nagyot damage-elnek a botok, és látni fogjátok, hogy főleg majd Oberonnál, hogy
A játék, amit játszom, azért inkább arra szól, hogy damage-et elnyelni, felhasználva azon képességeket, amire kiélesztem azt a bizonyos Warframe-et. Na most Nidus esetében a hármas képességre élesztem ugyebár ki, illetve az ultimate képességre helyenként, de nagyjából ugye a lényeg a fegyverjátékon volt, illetve azon, hogy minél több damage-et tudja kelni. Nem azért, instant halálok lettek volna, tehát szó szerint instant halálok, nem tudom mennyire fog benne lenni ebbe a videóba, amit láttok, de nagyon durva, amit ott leművelnek a mobok. Ajánlom mindenkinek szeretettel, hogy ott tesztelgesse a survival buildeket, mert ha ott kibírod azt a 30 és 1 óra közötti percet, akkor nyugodt szívvel viheted azt a buildet egy nagyon hosszú, normális survivalre, mert moton a Warframe az broken as fuck. Tehát egy csapattal lehet, egy csapattal mész, megvéditek egymást, ott vagytok, figyeltek a life supportra, nem mindenre neked kell figyelned természetesen, így aztán egy kicsit más a körülmény, de meg tudott is szenvedni egy csapat, hogyha nincs meg a crowd control, hogyha, tehát ha hiányoznak bizonyos tényezők, amik szólóban hiányoznak, akkor csapatként eléggé meg lehet szenvedni. Nos, srácok, nem húzom az agyatokat tovább, íme itt lenne ez a modolás, egy nagyon standard, és mondhatni már majd, hogy nem old school survivor modolás, és ez benne a szépség, hogy elérhető mindenkinek, szóval nem Uber modok vannak benne, bele se férnek a Prime modok, hogyha ezeket a Umbra modokat használom, és egy nagyon-nagyon standard, és tényleg így úgy azt mondom, hogy megeshet, hogy tényleg megéri kihúzni az Umbra modokat, ha másra nem 9-es szintre, az még elfogadható árban van és olcsóságban. Hogyan tudtok még endót szerezni? Az ajatán szobrokkal tudtok még endót szerezni. Tudtok még szerezni endót a eladjátok a duplikátum modokat, na most már csak eszembe jutott, szóval eladjátok a duplikátum modokat, és megeshet, hogy én konkrétan azt csináltam, hogy kimaxoljam, én kimaxoltam őket, beváltottam rengeteg ajatlan szobrot, tehát kurvos ajatlan szobrot váltottam be, eladtam az összes duplikátum modomat, és plusz még volt valami 220 ezernyi endom, valami ilyesmi, és mindezeket felhasználom. Lettek meg úgy, hogy mind a három ki lett maxolva. Nem bántam meg, hogy őszinteljek, és így nézve elég jó. Meglátjuk, azt hiszem a következő megesető a Zephyr lesz, meglátjuk, hogy a Zephyrből mit képesek kihozni Tong téren, és majd jelentkezem a videókkal, a szarint pedig a livestreamben fogjátok meglátni, ott valószínűleg veletek, hogyha szeretnétek, jöhettek velem, survivorozunk egyet, és megnézzük, hogy hogy bírja ez a szarint build, még én sem nagyon mertem letesztelni. Nos, srácok, köszönöm a figyelmet, ha tetszett a videó, dobj egy lájkot, iratkozz fel Discord szerverünk, bárki számára elérhető, klánba lehet csatlakozni, jelentkezni a Facebookon keresztül tudtok. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!